üdvözlök mindenkit, tisztelt elnök urat és a tisztelt hallgatóságot is. Ez az előadás igazán egyedi lesz abból a szempontból, hogy a konferencia címéhez és tartalmához hellyel közel igazodik csak, ugyan nem szorosan bencésekről lesz szó, valamint tehát a legfrissebb se mondható erre, ugyanis itt 38 éve volt az utolsó jelentős feltárási munka, így az eredmények nem nevezhetőek frissnek. Azonban reméljük, hogy ez a jövőben, esetleg már a jövő évben változni fog. Amiről itt majd hallhatunk, amint a kép is megjelenik majd a laptopon, mert elment közben a kép, taktikailag, akkor azt nem fogjuk használni. Szerintem senkinek se kell bemutatni azt, hogy hol található maga a lelőhely, de azért gyorsan megemlítem, hogy a Veszprém megyében a Tihanyi félszigeten járunk. A Tihanyi félszigetnek is az északkeleti részén helyezkedik el a lelőhely. Közvetlenül az őskorban igazán jól belakott és ismert Óvár nevezetű lelőhely alatt. Ugye a térképen ez jól mutatható. Jelenleg a Balaton partjáról, valamint az Óvár tetejéről is meg lehet közelíteni a barát lakásokat. Azonban ez valószínűleg a középkorban még nem volt így a Balatonnak az állása miatt. Úgy gondoljuk, hogy ekkor még csak a felső óvári platóról lehetett lejutni ide a sziklákra. Alapvetően érdemes azt kiemelni, hogy nagyon-nagyon jól nem is az, hogy kutatott, inkább az, hogy érdeklődés övezte ezt a lelőhelyet, mind történeti, mind pedig geológiai szempontból. Már nagyon korán értesülünk arról, hogy kutatják a helyszínt, felmérik, próbálják megismerni a történetét minden szempontból, és ugye ebből közlések is születnek, az más jellegű, hogy ezek milyen minőségűek, és hogy igazából mennyire hasznosíthatóak jelenleg a kutatás számára. Alapvetően az első részletesebb leírások és térképek már 19. század első feléről rendelkezéseinkre állnak, viszont említenek már akár a 18. század közepén végbe ment kutatásokat is. Itt mindenképpen el kell mondani, hogy van egy ilyen feljegyzés, amivel alapján a barát lakások egyik meg nem nevezett cellájában már két férfi sírját kiemelték, valamint a csontokat elvitték. Ez jelenleg nem felelhető, hogy hova, ki és egyáltalán milyen szándékkal vitte el. Sajnos valószínűleg ezt nem fogjuk megtudni. Ki kell emelni, hogy Rómer Flóris is már járt a helyszínen, részletesen írt róla az archeológiai közlemények 68-as számában, valamint rajzokat is közölt a barátlakások akkori állapotáról. Ezután láthatjuk, hogy igazán szűkszavúan először Csolnoki Jenő foglalta össze azt, hogy az ő vágya, hát az, hogy feltárják itt a barátlakásokat, hiszen ez annyira fontos lelőhely. Ugyanebben az évben ez meg is valósult, Dornyai Béla folytatott itt 42-ben egy kisebb ásatást, erről majd még lesz részletesebben szó. Ezután pedig igazából Uzsoki András lesz az, aki egy nagyobb volumenű, 3 évet magába foglaló feltárást vezetett itt. Erről is majd részletesen beszélünk. Azért látszódik, hogy a modern közlések és a modern kutatások viszonylag hiányoznak. Ebből a mostani időkben inkább mint turista hely lett népszerű a lelőhely, nem pedig mint a tudománynak a központjába kerülő értékes emlékünk. Kicsit arról, hogy mit is tudunk magáról ezekről a barát lakásokról. Alapvetően az első hiteles írott forrás, amiben említik az 1211-ből, egy összeírásból származik, ahol először említik ezt a Szent Miklós oroszkői kápolnáját, valamint ezután 67-ben is egy IV. Kelemen pápa által kibocsátott bullában is megemlékeznek az oroszkői kápolnáról. Alapvetően nem vagyunk eleresztve írott forrásokban, ez az előző előadáshoz is jól kapcsolódik. Itt néhány kisebb 14. századi forrásban említik, van, hogy felmerülnek a saját birtokai az oroszkői kápolnának, ugye vannak földjei Balatonfüred és Aszófő környékén is, ezeket felsorolják, de hát konkrétumokat sajnos nem ismerünk emiatt. Az utolsó említés 1329-ből származik, amikor Salamon nevezetű perjelét említik. Ezután elfogynak az írott forrásaink, legalábbis azok, amiket biztosan ide köthetünk. Nem tudjuk, hogy ez vajon azért, mert felhagyják, vagy esetleg annyira jelentéktelenné válik. Ez is egy olyan jellegű kérdés, amit a kutatás talán majd meg tud válaszolni, valamint ugye nem látható az, hogy hova köthetjük az alapítását ennek a helyszínnek, erről sincsenek adataink. Jelenleg szerintem akár tudományos, akár nem tudományos körökben is, ugye ezt viszonylag korai alapításnak gondolják, hát most kiindulva abból, hogy felette magasodik a korai alapítású bencés apátság, elképzelhető, hogy akár ez is ilyen korán, esetleg a 11. században lehetett
lehetett az alapítása, ugyanerről még jelenleg nincs semmilyen információnk, és arról se, hogy ki és esetleg milyen célból alapította itt ezt a helyszínt. Valószínűleg sokan jártak már itt, de azért csak röviden szeretném bemutatni ezt, hogy mégis milyen ez a hely. Itt az alsó részen remélem azért nem ég ki nagyon a, a kép. Itt látható az, hogy egy felmérési rajzon rajta van a jelenleg ismert 4 cellacsoport, 4 barlang. Egy kicsi kitekintés arról, hogy most jelenleg 4-et tartanak számon, hogyha valaki rákeres, akkor mindig azt mondjuk, hogy 4 barlang van a barátlakásoknál. Teljesen más, hogy voltak a feltárásoknál. Dornyai Bélánál például sokkal több, ő összesen 15 helységet számolt meg ezekben a, miközben kutatott. Nem tudjuk, hogy az a 15 helység hova tűnt, vagy ő miket gondolt különböző helységeknek, de az uzsoki féle feltárásból már ez a 4 maradt meg, és most ez van a köztudatban, de ezt tényleg még azért pontosítani kell, mert vannak problémák, hogy például Rómerfról is máshogy hivatkozik rájuk. Általában ott van a probléma, hogy melyik irányból, ugye keletről vagy nyugatról számozták-e őket, és ez így nehéz megmondani, hogy valaki ásott esetleg a harmadik, negyedikbe, és most melyik oldalról számolta, hogy az a harmadik vagy a negyedik. Ugye akkor még nem igazán akartak, nem tudtak térképet mellékelni hozzá, vagy olyan minőségűt, ezért kérdéses a dokumentációnak az értelmezhetősége. De most maradjunk a legfrissebb elnevezésnél. Ugye az első barlanglakás, barátlakás az a legkeletibb részen található, egyébként itt vezet fel a gyalogút a Balatonpartról. A fotók is ezt a sorrendet mutatják. Alapvetően ebben a helységben, ez egy két termes, két helységes cella. Látható, hogy van közte egy elválasztó fal. Ez kérdés az, hogy ez most valóban mindig külön volt, vagy esetleg egybe lehettek nyitva, és utólagosan lettek leválasztva egymásról. Azt tudni kell erről a helységről, hogy itt vakolatmaradványok is fennmaradtak. Ezeket még a 80-as években meg is vizsgálták. Ehhez viszonylag közel helyezkedik el a második barlanglakás, aminek ilyen résablakai vannak. Jelenleg már csak 2. Látható, Rómerfról is idejében még megvolt a harmadik is, valószínűleg azóta már ráomlott az a rész, sajnos. A harmadik, talán a legrosszabb állapotban lévő cella, jelenleg nem megtekinthető, el van kerítve, életveszélyes, omlásveszélyes. Ezt Rómerfról is még nem ismerte, ez Dornyai Béla 1953-ban ásta ki, addig végig törmelék fette, akkor került elő. Valamint a negyedik, talán a legérdekesebb cella, az pedig látható, hogy nagy mennyiségű vakolatot tartalmaz, bár ennek egy része természetes kiválás, ezt is megvizsgálták még a 80-as években, és ezt gondolják a kápolnának, hogy ezt kápolnaként használhatták. Egyébként érdemes kiemelni, hogy az első és a negyedikben is található temetkezés, szóval a cellán belüli temetkezés, valamint ez a kettő az a helység, ahol tényleg vannak vakolatok, viszont az elsőben vannak akár tüzelésre, főzésre utaló nyomok is, szóval itt a kérdéses az eredeti funkció. Ha kicsit tovább megyünk, akkor ugye említettem Dornyai Bélának a 42-es tervásatását. Itt nagyon nagy bővel próbáltuk beazonosítani azt, hogy ő pontosan hol ásott. Kicsit azért nehéz. Valószínűleg a 3-as és a 4-es barlang közötti részt próbálta megásni. Azt megelmítő, hogy nagyon sok törmeléket eltakarítottak, mivel nekik az volt a céljuk, hogy új cellákat találjanak, mivel úgy gondolták, hogy hát ezek a törmelék halmok alatt eltemetett helységek is lehetnek, és ők ezt szerették volna feltárni, nem sikerült nekik újat találniuk, viszont több temetkezést is kitisztítottak, és ezekből maradtak fenn igazából feljegyzések. Sajnos a leletanyag, a Dornyai fél leletanyag az nincs meg, nem tudjuk, hogy hova szállították, és a dokumentáció is arra a pár oldalra korlátozódik jelenleg, amit 42-ben ő közölt. Ugye a nagyobb volumenű feltárást, ezt 82-84 között Uzsoki András végezte Kubinyi Andrásnak a konzultációja mellett. Ők főleg az első barlangra koncentráltak. Egy nagy méretű, 15 méterszer, nagyjából 5 méteres szelvényt húztak az első barlanglakás előtt, és ebbe mélyültek nagy részt. Itt azt tudni kell, hogy átlagosan 1 méter mélyre tudtak lemenni, de a sírok, amiket találtak, amik majd látni fogunk a későbbiekben, ezek ilyen 160-170 cm mélyen jelentkeztek. Most felmerül az a kérdés, hogy ott megfogták-e a sziklát, és ott van-e a sziklának az alja, ezt nem tudjuk, mivel ez a 84-es ásatás, ez nagyon hirtelen lett vége, nagyon hirtelen elfogyott az összes anyagi keret, és ezért abba kellett hagyni.
Igen, itt látható az, hogy ennek az első barlang lakásnak az előterébe 23 sír került elő. Itt azért érdemes megemlíteni, hogy alapvetően kelet-nyugati tájolású sírokról beszélünk, viszont köztük találhatóak felnőtt és gyermektemetkezések is, valamint vannak fiatal és idősebb személyek is eltemetve. Látható, hogy van, ahol nagyon bolygatott, de hát valahol kőpakolás is megfigyelhető bennük. Mellékletet nem figyeltek meg, talán ez a nagy törmelékrétegnek is köszönhető, ami felette volt. Tehát, hogy azt már mondtam, hogy ezek bőven másfél méter alatt jelentkeztek. Itt ezt a másfél métert ezt úgy kell érteni, hogy amit a mai járószinthez, hogyha valaki nemrég volt ott, akkor a mai járószinthez mérve, mert akkor is nagyjából ugyanott volt, ugyanannyi látszódott ki a barátlakásokból, szóval ahhoz képest mentek le több mint másfél métert, és utána ezt vissza is töltötték. Ugye azt említettem, hogy hirtelen lett vége, dokumentálták a sírokat, utána pedig letakarták őket, és visszatemették az egészet a mai állapotban, szóval a mai napig ott van az összes temetkezésben. És emiatt nem is tudjuk azt, hogy esetleg van-e több temetkezés, vannak-e mélyebben is temetkezések, mert azóta nem volt itt semmiféle kutatás. Igen, itt látható, hogy tényleg voltak gyermek és felnőtt temetkezések is, szerencsére ennek a dokumentációja használható. A rajzok a Lackó Dezső Múzeumnak az adattárába kerültek, és lehet őket hasznosítani. Az, ami viszont teljesen kimarad ezekből a rövid publikációkból, az a leletanyag. Nagyon minimális, nagyjából 300 töredéknyi leletanyag került elő. A Dornyai Bélaféle ásatásból ugye nem tudjuk, hogy mennyi. Ő viszont azért a balatoni szemlében említett néhány dolgot. Ugye láthatjuk, hogy síp, tűzcsiholó és különböző kerámia töredékek azért előjöttek. Hát ezt sajnos nem tudjuk már megtekinteni, mert nem maradtak meg. De a 82-84-es ásatásból a Veszprémi Múzeumnak a felsősi raktárában sikerült megtalálni az anyagot, és ez most jelenleg feldolgozásra is került. Az, hogy milyen jellegű ez a leletanyag, ugye, ahogy néztük az írott forrásokat, elsősorban arra gondolna az ember, hogy ilyen árpádkori jellegű a leletanyag. Ez nem téves, van benne árpádkor. Láthatjuk, hogy a kerámia anyag is azért jellemző erre az időszakra, viszont későbbi korok is jelen vannak, szóval késő középkor, koraújkor és esetleg az újkor is több töredékkel képviselteti magát. A nagy rész kerámiáról van szó, a cserepek dominálnak, minimális mennyiségű állatcsont, valamint emberi töredék került elő, és egy, azaz egy darab olyan fémlelet van, ami keltező értékű lehetne, ez egy harmadik Béla részpénz, azonban ezt is csak a dokumentációban említik, és akkor sem tudták megmondani, hogy ez harmadik Béla, de jól körbeírták, szóval beazonosítható, hogy harmadik Béla. Ez a részpénz már nincs meg, és sajnos ez is szorványként van feltüntetve, szóval ez se esetleg sírmerről vagy sírföldből, hanem szorványként került elő. Egyébként még érdemes annyit elmondani a leletanyagról, hogy a csomagolás az viszonylag korszerű volt, mivel azért elég jól ráírták, hogy a szelvénynek melyik részéről, milyen mélységben kerültek elő az anyagok, valamint hogy mit tettek el. Ehhez érdekesen kapcsolódik az, hogy nagyon vegyes a kor és a minőségi felhozata, hogy mi az, ami benne van ezekben az anyagokban. Szerintem senki se arra gondolna először ott a barátlakásoknál, ott fenn a bazaltufa sziklának a szélén, hogy majd ott mázas kályhacsempéket és kályhaszemeket fog találni. De abból is van viszonylag sok darab, sőt, kerámiában eléggé domináló jellegű leletanyag. Ennek a feloldása, hogy miért van itt, és miért van ekkora mennyiségben, miért van az összes, majdnem az összes zacskóban, szóval különböző mélységekről, a szelvény különböző részéről, sőt, még van egy olyan felirat a zacskó is, ahol egy sír mellett is mázas kerámiát tettek el. Ez egy nagyon érdekes dolog. Még nem tudtunk rájönni, hogy hogy kerültek ide ilyenek, hiszen azért a kályhának egy olyan építményre lenne szüksége, ahol mondjuk azért lehet használni, esetleg nem pedig egy barátlakásban, egy bazaltufába vájt barlangban, mert azért onnan a füst kivezetés kicsit érdekesen lehet megoldani. Valamint hát a remeték se valószínűleg ilyen kályhákkal fűtöttek. Itt felmerültek azok a megoldások is, hogy szemét, depó és esetleg a szemetet hordták ide. Aki egyszer már felment oda a barát lakásokhoz, az tudja, hogy gyalog, mondjuk egy táskával is nehéz felmenni, nemhogy még mondjuk lehordod oda a saját szemetedet, vagy felhordod a saját szemetedet, úgyhogy nem igazán reális ez a megoldás. Esetleg még az, hogy a platóról leesheted, de hát ekkora mennyiségben, meg hogy pont ide, ez is eléggé kérdéses lehet. Egyébként az nagyon érdekes, hogy ez a középkori és újkori anyag ez jelentős, viszont őskori, az nem igazán szpárt töredék van csak a leletanyagban, ami ugye azért furcsa, mert hát fönt volt a vaskori földvár, és azért az a leletanyag lehet, hogy
talán abban a korban is lejuthatott volna ide, de hát ez nincs jelen. Ugye ennek a feloldása még várat magára, hogy ezzel mit kezdjünk, mindenképpen érdekes. Azt még ki kell emelni, hogy az ásatásokat, ha lesznek a jövőben, és szeretnénk, hogy legyenek, akkor azt nagyon gondosan kell megtervezni, gondosabban, mint a Szentkútnál, ugyanis ez egy veszélyes terület, de hogy csak a csak itt négy olyan jelentősebb sziklaomlás van felsorolva, amiről van írott forrásunk. Tehát 42-ben, ugye akkor volt a Dornyai féle feltárás, ő ezt le is írta, hogy október elején befejezték az ásatást, és erre 5 napra egy szakmai vezetést tartott. Amikor visszamentek a szakmai vezetésen, akkor már rá volt omolva a sziklafal az ő szelvényeire, ahol ásott. De pár nap elteltével már az egészet alátemette. 52-ben szintén volt egy nagyobb sziklaomlás. Ebből úgy értesülünk, hogy 53-ban ezt a sziklaomlást eltakarították, ez a harmadik cellánál volt, és ekkor igazából kiásták az egészet a maradék törmelékkel együtt. 83-ban a gyakori omlások miatt nem folyt semmilyen munka, ugye 82-től 84-ig tartott a feltárás a Uzsoki Andrásnak, 83-ban főleg dokumentáltak, mert egyszerűen annyira omlott, hogy nem lehetett benn dolgozni, és még előtte, mielőtt elkezdődött az ásatás pár nappal, szintén augusztus 6-án volt egy nagyobb földcsúszamlás lenne a forrásnál, és emiatt amúgy is úgy kezdődött az ásatás, hogy kellett egy ilyen bányabiztonság és munkavédelmi felmérést tartani, amikor az első két barát lakást beállványozták, a harmadikban pedig megtiltották a munkát, mert annyira életveszélyes volt. Januárban jártunk a helyszínen, idén januárban, és itt is látható, hogy sok helyen megfigyeltük, ahol már megint földcsúszás van, megint súvad le a fal, ugye nagy tömbökben, még ott a forrás környékén, viszonylag a barátlakások alatt úgy, ahogy megvan, ott látható Wolfernő, mint méretarány a súvadás előtt, de följebb viszont ezen a másik képen, ez a negyedik barátlakás mellett lévő terület, itt látható egy hatalmas kötömb, ami, hát nem tudom, ki szeretne ásni mellette, miközben ott vagyunk, de igen, ezért eléggé masszívan, nem feltétlenül a legbiztonságosabb helyszín, viszont pont ezek azok a részek, amik jók lennének a kutatásnak, mert lehet, hogy vannak olyan eltemetett cellák, amik ezek mögött, ezek mellett helyezkednek, és ugye nem merték eddig őket kitisztítani, mert hát omlás veszélyes. A jövőben ezt is érdemes lehet megkutatni, és erre is szeretnénk majd különböző módszerekkel kitérni. Én szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt ezt a témát prezentálhattam. Valóban nem tudunk még nagyon új kutatási eredményeket felmutatni, viszont a jövőben reméljük, hogy támogatással ez majd sikerülni fog, és hát nem lesz majd ennyi kérdőjel a barátlakások tekintetében. És akkor ezzel megköszönöm a figyelmet.